Köszönöm a magyar kormánynak a támogatását abban, hogy ez a busz Bátorin-téren érkezhetett. Bár úgy gondolom, hogy Bátorin-téren viszonylag jó helyzetben az egészségház kapcsán, hiszen nagyon sok szűrési lehetőség itt is elérhető, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a lakosságnak a figyelmét felhívjuk az egészséges életmódra, illetve arra, hogy folyamatosan figyelni kell az egészségünkre, már mielőtt megbetegednénk. Úgy gondolom, hogy egy nemzet stratégiában az legfontosabb dolog, hogy egészséges állapotban legyenek a polgárok. Ez nagyon fontos, főleg ilyen vidékeken, mint Bátorin-téren és térségen, az elszegényült vidékeken, ahol nem tudják megengedni még az emberek maguknak, hogy mindenből a minőségi ételt egyék meg, hiszen nagyon sok olyan kis nyugdíjas van még, akinek döntenek el, hogy a gyógyszert veszi meg magának, vagy pedig éppenséggel a tejet, vagy pedig a kenyeret tudja megvenni, bár a helyzet e tekintetben is jelentősen változott az elmúlt időszakban. Ezért is örülök neki, hogy Bátorin-téren kezdték ezt a szűrést, hogy a lakosság úgy látom, hogy akceptálta, elfogadta ezt a kérdést, elég sokan látogatták meg a mai délelőttön a busznak a szűréseit, de bízom benne, ez a busz tovább is fog majd menni, és más kis településekre megy el. Úgy gondolom, hogy 2-3 faluban összefogva nagyon nagy hiányt tud majd pótolni, hiszen fogorvosi szűréseket, nőgyászi szűréseket és egyéb jellegű állapotfelméréseket tudnak ezen a buszon elvégezni. Hát én mindenki csak bátran tudok, hogy vegyen részt minél gyakrabban szűréseken és előzzék meg a különböző egészségügyi problémákat, hiszen ezzel akár meghosszabbíthatják nagyon hosszú időszakra is az életüket, illetve egy nagyon sokkal teljesebb életet tudnak élni, illetve nagyon sok kellemetlenségtől tudják megóvni magukat az emberek.